A templomtornyokban lévő hatalmas órák mutatóit is előre tekerik a hét utolsó napján. Hivatalosan hajnali 2-kor kell 3 órára állítani az órákat. A nyári időszámításra való áttéréssel délutánonként később kell majd villanyt kapcsolnunk, reggel azonban tovább lesz sötét. Noha csak 1 óráról van szó, az eltéréshez sokaknak hosszú időbe, akár hetekbe telhet hozzászokni. A kevesebb alvás és az átállás negatívan befolyásolhatja a testi-lelki egészségünket, közérzetünket és bioritmusunkat. Megterhelőbben indul a nap, a kognitív funkciók, vagyis az érzékelés, az észlelés, az emlékezés, a képzelet és a gondolkodás sokszor tompulhatnak, torzulhatnak, jelentős stressz és konfliktus problémák is adódhatnak, kontrollképességnek a hiánya léphet fel az egyéneknél egy-két napban, illetve amit tapasztalunk a közlekedésben, az agresszív vezetés, az agresszívebb, türelmetlenebb közlekedési struktúra is kialakulhat, és ez számos balesetnek veszélyforrása is problémája. A mostani téli egyébként az eredeti időszámítás, egyes kutatások szerint pedig ez az, ami kedvezőbb egészségünk szempontjából. Az átállás okozta nehézségekre, illetve azok kivédésére azonban testileg és lelkileg is fel lehet készülni. Nagy szerepe van ebben a minőségi és pihentető alvásnak, emellett a relaxáció, egy-egy önfeled beszélgetés, a testmozgás, és nem utolsó sorban a magunkra fordított idő erősítése is sokat segíthet. Az én idő az azt is jelenti, hogy napi szinten legalább egy 30-40 percet csak magamra szánok. Nem az a nagy alok, hogy a határidős feladataim hogy vannak megoldva, mi van a párommal, mi van a gyerekkel, mi van a szülőkkel, mi van a munkahelyen, hanem hogy mi van velem. Mert ha én magam rendben teszem, testileg és lelkileg, próbálok az egyensúlyi állapothoz közelíteni bármilyen élethelyzetben, akár menedzserként dolgozom, akár közmunkásként, de mindenkinek van egy saját életminősége, amelyet tud jobbá tenni a hozzáállással. Az utóbbi években egyre gyakrabban hallhattuk a téli és nyári időszámítás váltogatásának gazdasági haszna szinte már nem is mérhető. 2019-ben pedig az Európai Parlament meg is szavazta az évente 2-szer esedékes óraátállítás eltörlését. A döntés, hogy melyik időszámítást választják, a tagállamokra bízták, a 2021-es évet kitűzve határidőként. Így ott, ahol a nyári zóna mellett tették volna le a voksot vélhetően hazánkban is, most kellett volna utoljára áttekerni az órákat. Az egységes álláspont érdekében az Európai Bizottságnak egyeztetnie kellett volna az országokkal, ez azonban nem történt meg, így azok továbbra is egymásra és a bizottságra várnak. Csütörtökön Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy nyilatkozott, hogy a kormány nyitott az óraátállítás eltörlésére. A kérdésben azonban uniós döntés szükséges.